Na. Hát go, menjünk. Most sajnos egy perc késés van. De hát go, menjünk. Hello, hello, sziasztok, üdv mindenkinek a mai élőadásban. Nagyon izgatottan vártuk már, hogy tényleg újra-újra készítsük az élőket. Ugye utoljára 9. hó 4-én voltunk itt, jártunk itt. Hello, Marci, hello, 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 rég láttalak. Nem tudom, hogy felőled mi van. Szóval, sőt, több mint 2 hete volt. A mai napon pedig a Pete Project nevű zenekart hívtuk meg egy jó kis előadásra. Úgyhogy még egy dolgot gyorsan kiírok az Instára, hogy... Így is van. Így van, így van, Marci. Nagyon-nagyon várom az új évadot, nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá. Viszont a... Egész dolgok. Hello, Hello! hello. Hello. Jó a hang, hallható vagyok, minden okés. Aha, és én is? Igen, túloldalon is ugyanúgy jó. Na, szuper. Úgyhogy a kis felkonferálás után, úgyhogy a Pete Project zenekarnak most a, gyakorlatilag mondhatjuk úgy, hogy a vezetője van itt velünk. Igen. Igen, a Pete Projectből a Pete van itt. A Project most nincs. Hát nem is tudom, hogy hol kezdjem. Először szerintem úgy, hogy megköszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy itt részveztek az oldalunkon. Nagyon, nagyon szívesen, bármikor. Ritkán csinálunk ilyen nagyon online dolgokat. Még igen, kicsit a klasszik világból jövünk, vagy nem tudom még, amikor a tévé volt a menő, meg a rádió. Úgyhogy nem, most a Covid alatt persze volt csomó ilyen online dolog, de hogy ilyen insta interjút még szerintem nem csináltunk, úgyhogy ez most egy nagyon első próbálkozás. Úgyhogy örülök, hogy itt vagyok. Hát nekünk is egyébként így a Covid alatt kezdődött ez az egész, úgyhogy fogjuk rá, hogy valamennyire mi is újak vagyunk ebben az egészben, picit még tapasztalatlanok. De hát idő kell mindennek. Na, hát... A legjobban úszni mély vízben lehet megtanulni. Hát... Igen. Na hát szerintem kezdjük egy picit egy ilyen kis bevezető részleggel, hogyha arról tudnál egy picit mesélni, hogy így a zenekaron belül külön-külön mikor kezdtetek el zenélni, mikor volt az, hogy úgy bejött a zene az életetekbe, és így a nagy részévé vált. Fú, akkor most szóvivője leszek a srácoknak is, az durva. Bemelegítésnek kezdem magammal, mert az könnyű, talán arra még emlékszem. Nézd, én klasszikus hegedű tanultam 14 éven keresztül, egészen 4 éves koromtól kezdve, és én mindig is szerettem játszani a klasszikus zenét, és jól is ment, hála Istennek, tehát versenyekre is vittek meg mindent, tehát a hegedűtanárnéni nagyon büszke volt rám meg minden, ezért ennek is eredménye volt az, hogy 14 évig jártam, de megmondom őszintén, hogy hallgatni meg ezzel így tudatosan foglalkozni már annyira nem szerettem, és én, engem nagyon a könnyű zene vonzott, és nekem nagy vágyam lett egy idő után az, hogy zenéket írjak, meg készítsek hangszereléseket, zenei producer legyek, meg ilyesmi. Most egyébként a stúdióban vagyok éppen, mennyire látszik. Én nem úgy egyébként zenei producer vagyok főállásban, és mellékállás pedig a színpad. Szerencsére az is egy nagyon sikeres terület, tehát akár lehetne az is főállás, de én mindig is zenei producer szerettem volna lenni. De hát a hegedűt nem akartam elhajítani azzal, hogy véget értek a klasszikus zenei tanulmányok, hanem pont, hogy akkor kezdtük el a Pete Projectet, tehát amikor én leérettségiztem, akkor kezdődött el az elődje a Pete Projectnek, ilyen funky instrumentális dalokat csináltunk, amibe beleépítettük a hegedűt, mint szóló hangszer, és próbáltam a hegedűt úgy használni, hogy ne egy ilyen
hogy mondjam, virtuózok, szimfonik version legyen, vagy akár csak folk, vagy nem tudom, vagy akármilyen ilyen plusz fűszer, hanem egy olyan létjogosult hegedű játékot próbáltam csinálni, amit úgy fogadnak el az emberek ebben a műfajban, mint mondjuk akár egy szaxofont, vagy egy elektromos gitárt. Aztán, hogy ez most sikerült, vagy nem, azt döntse el a közönség hallgatva az első pár dalunkat, meg akár az összeset. Lehet, hogy mind a mai napig még valakinek nem létjogosult a hegedű ebben a műfajban, de mi törekszünk arra, hogy ez ne egy ilyen megerőszakolás legyen, hanem legyen ennek tényleg egy olyan létjogosultsága, ami miatt érdemes ezt az egészet fenntartani, vagy ezt az egészet forszírozni, ezt a témát. A srácok esetében hát kivel folytassam? Talán az ikrekkel folytatom, ők a legfiatalabbak a zenekarban, és ők ilyen ős zenész család amúgy, tehát szinte majdnem mindenki, minden mai napig egyébként aktív zenész a családjukban. Apukájuk is a Misibá is egy nagyon komoly dobos múlttal rendelkezik, és nekik emiatt volt egy ilyen zene helység mindig otthon, és egyszer csak, ha jól tudom pontosan a sztorit, ez azért tudom, mert már egy párszor angolul el kellett mondanom, mint a srácok szóvívője, és ha jól tudom a sztorit, akkor tulajdonképpen ők lementek egyszer csak ebbe a zeneszobába, ahol állt a dobfelszerelés, meg ott voltak az erősítők, meg a hangszerek, gitár, stb. Minden, és akkor mondta a Marci, hogy ő beül a dobhoz, a Martin megmondta, hogy ő megfogja akkor a basszusgitárt, és akkor kezdjenek el játszani, és akkor elkezdtek játszani, ez ilyen 10 éves koruk magassága, elkezdtek játszani egyébként ilyen klasszikus rockzenét, és elég gyorsan, elég jól kezdték el ezt játszani, és nagyon megtetszett ott a környékbelieknek, meg mindenkinek, és akkor elég gyorsan egyébként népszerűek lettek. Aztán elindultak tudatosan a zenetanulás irányába, és akkor végül is a jazz tanszakon kötöttek ki. A végén mind a ketten. Nekik egyébként volt egy családi zenekarjuk, talán ez még egyébként állítom, hogy még működik is, a Gamblers, ami egy nagyon sikeres, ilyen nagyon igényes, dallamos rock zenét játszó zenekar. Kicsit ilyen Totó után érzett, és ők több díjat is nyertek, meg minden, és igazándiból emiatt aztán ők nagyon aktívan elkezdtek zenélni, megtolták, és akkor leosztották a lapokat a családba, hogy ki mit csinál ebben a zenekarban. Az Olivér esetében, Billentyű esetében, az Olivérről tudom, hogy ő sok mindent kipróbált, volt, hogy ő klarinétozott is viszonylag sokáig, de aztán valamiért a zongoránál maradt, beleszerelmesedett a zongorába, és ő, én nagyon régóta ismerem az Olivért, tínédzser korunk óta ismerjük egymást, és én mióta ismerem, azóta ő már ilyen funky arc. Tehát ő eszméletlen ezeket az ízes funky dolgokat játszotta, meg az ilyen bluesos funkis dolgokat, és ezekbe volt teljesen beleszerelmesedve, úgyhogy ő világéletében ezért a zenéért élt halt, és aztán nagyon könnyedén a Pete Projectbe is megtalálta a helyét. Úgyhogy egyébként egymással szemközti gimnáziumba jártunk az Olivérrel, és nagy cimborák voltunk már tinédzser korunkban is, úgyhogy talán róla tudom a legtöbbet a zenekarból, és talán az Atiról tudom egyébként a legkevesebbet, mert vele ismertük meg a legkésőbb egymást, és az Ati is egyébként kötődik a szülővárosunkhoz, Székesfehérvárhoz, mert ő például tanult Székesfehérváron, ő is szaxofonozott, és hát Ati is billentyűs múlttal is rendelkezik, ott is zenész családról beszélünk, tehát apukája aktív, mind a mai napig aktív zenész, és együtt is egyébként lépnek föl rendszeresen apukájával, és Ati egyébként zongorista múlttal rendelkezik, nagyon jó zongorista, és sokan nem tudják róla amúgy, de emiatt jó dalszerző is, tehát nagyon szuper dalokat szokott hozni a Pete Projectbe is, és azt mind zongorán írja, meg nagyon nagy ilyen szintetizátor megfejtő amúgy, és neki emellé jött be a szaxofon az életébe, nem is akárhogyan, és aztán utána ezt elég jól ki is gyúrta, meg sulik voltak, meg minden, és akkor
hát tulajdonképpen így ismertük meg egymást, hogy így volt egy ilyen ismeretség Székesfehérváron keresztül, meg én már sok formációban láttam az Atit, meg hallottam róla, meg stb. Stb. Hát azért kicsi ez a zenész szakma, csak ehhez a piachoz egy kicsit nagy mégis. Na mindegy, szóval, hogy az Ati is azért egy sok-sok éves barátságra nyúlik vissza így a kapcsolatunk, meg hát azért nagyon régóta muzsikál ő is, tehát egészen pici gyerekkora óta, szóval mindenkinek nagyon szerves része a zene az életének. Közben, próbálok egy picit így... Vagy nem, vagy én nem láthatok ilyet? Én csak azt látom, hogy ki csatlakozott. Ja, de látok kommentet. Igen. Zöld Laci írja, hogy 25-én Sziget-Szent Miklós, nagyon igaza van. Nagyon igaza van. És Puski Roland írja, hogy nyomj egy Hey Girl-t. Most itt hirtelen azonnal? Nyomjak egy Hey Girl-t? Csak nyugodtan. Roland egyébként a második lemezünkről az egyik dalunkat kéri ezzel, amit egyébként Gájer Bálint énekel a lemezen. Na most ezzel az a probléma, hogy én a Bálint helyett nem merek énekelni, mert ő annyira jó egyrészt, másrészt pedig irgalmatlanul allergiás rohamot kaptam a hétvégén, és még mindig be van gyulladva az arcüregem, úgyhogy én nagyon kímélném a hangomat most egyelőre, mert ki tudja, hogy rendbe jövök-e a hétvégére, amikor viszont élesben használni kell, nincs mese. Úgyhogy most ezt kipálném, de nagyon szépen köszönöm, és nagyon szeretem azt a dalt amúgy. Nagyon jó. Ezt a Műpában is előadtuk, azt hiszem, 2010-ben van is róla egy szuper YouTube videó. Próbálok egy picit egyébként így visszatérni azokban, amiket mondta, hogy 14 évet azt így unblock zeneiskolában tanultad, akkor hegedű? Igen. Igazándiból az alap zeneiskolát végigjártam, és aztán nem mentem el konziba, hanem úgy hívták, hogy továbbképző, tehát 4 év továbbképzőt csináltam. A konzi helyett én egyébként gimnáziumba jártam, angol tagozatos gimnáziumba, ennek egyébként amúgy semmi jelentősége, de oda jártam, és mellette csináltam tovább a hegedűt, meg a zenélést. Aztán nyilván megette az egészet a zenélést, de még az egyetemet még azért kibírtam, tehát egy diplomát még szereztem, semmilyen köze a zenéhez a diplomámnak amúgy, műszaki menedzser diplomám van, de és nem is használtam egy napot se, de mellette már annyit zenéltem amúgy az egyetem alatt, tehát a Pete Project már nagyon beindult, már nagyon sok bulink volt, vizsgaidőszakokban buliból hazaérve álltam neki még éjszaka tanulni, mert reggel 8-ra mentem vizsgázni, meg minden, és ez egy idő után azért tarthatatlan volt, és hát egy idő után azért mondták az egyetemen, hogy most akkor döntsem már el, hogy most akkor szeretném megcsinálni a diplomát, vagy mi van. Tökre megértik, hogyha a zenélést választom, meg minden. Aztán egy picit, hogy mondjam, hosszúra nyúlt az egyetemnek a vége. Tehát az utolsó másfél évet mintegy 3 év alatt sikerült elvégezni, de aztán sikerült. Van, aztán a Kis Ádámnak van egy ilyen sztoria, hogy a 3,5 évet mintegy 6 év alatt sikerült, vagy 7 év alatt elvégezni. Egy kicsit hasonló eset voltam én is, de aztán sikerült. Még erre a kérdésre egy picit visszatérnék, mert azt hiszem, hogy májusban is készítettünk mással egy élőadást, és ő említette azt, hogy neki úgy jött össze ez az egész zenélés dolog, hogy ő leérettségizett, gyakorlatilag nem tudom, és 9-10 éves kora óta neki állt magától zenélni, és például neki nem volt semmilyen zeneiskolai előképzése, vagy bármilyen ott kapott tudása, hogy ez vajon mennyire befolyásolt tényező, hogy mennyire lehet vajon szükséges egy olyan életében, aki mondjuk zenei pályára készül. Hát szerintem semennyire amúgy. Én azt mondom mindig, vagy azt mondtam mindig, és ezt tartom is egyébként így öregedő fejjel is, hogy egy alapműveltség azért kell, tehát mindenkinek kell az, hogy a társadalomban normálisan be tudjon illeszkedni, és tudjon rendesen kommunikálni. Ahhoz kell egy alapműveltség, egy alapintelligencia, egy gyakorlottság. Tehát az embernek el kell tudnia valamilyen szinten adnia magát. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen műfajba kezd el zenélni, teljesen mindegy, hogy milyen célközönségnek. Egyszerűen kell egy rendes kommunikációs képesség és egy szellemi frissesség.
amihez nagyon jó előkészítő egy suli, természetesen. Tehát az érettségig én azt gondolom, hogy mindenkinek muszáj eljutnia azért, de az, hogy az ember aztán milyen területre specializálódik, és milyen területen szerez diplomát, az szinte majdnem mindegy a zeneiparban, meg aztán végképp. Tehát én azt gondolom, és lehet, hogy ezért most sokan megköveznek, ezt még ritkán mondtam ki nyilvánosság előtt, de én azt gondolom, és sok zenei felsőoktatással kapcsolatban az a véleményem, hogy csomó embernél azt látom, vagy csomó kollégámnál azt látom, hogy jobb lett volna, ha inkább nem végzi el, mert elviszi egy annyira specifikus irányba az embereket, hogy onnantól kezdve már, aki utána nagyon szeretne megvalósítani egy sajátságos dolgot, az már nem biztos, hogy olyan autentikusan fog sikerülni, mert már különböző nagyon erős egyéniségek, akik tanárok, és akik egyébként nagyon sikeres előadók is ezzel párhuzamosan, már a saját metódjaikat belesújkolták az emberbe addigra. És vannak, akik egyébként ebből aztán ki tudnak jönni, vannak, akiknek megvan a megfelelő bölcsessége hozzá, hogy leszedje azt az információhalmazt, ami neki beépíthető, és szuper, és fejleszt, és objektív, és kiszűrje azokat, vagy eltolja magától azokat, amik ilyen nagyon egyéni dolgok, ami miatt hasonlítana arra a tanárra aztán, vagy azt a személyiséget fölvenni. De van akinek erre akkor, mint a 20 évesen, vagy 21 évesen nincs meg a megfelelő bölcsessége, meg a bátorsága sem, hogy ezeket kiszűrje, és csomóan beleragadnak ebbe, és csomóan nem tudnak később sem kijönni belőle. Tehát van, aki ki tud jönni belőle, de van, aki nem. És azt mondom, hogy azok, akik úgy igazán elszántak, és nagyon kreatívak, és nagyon intuitívak, és nagyon tudják, hogy mit akarnak megvalósítani, mit tudom én, 16, 17, 18 éves korukban, azoknak egyáltalán nem ajánlom azt, hogy 3-4 évre rakják be magukat egy ilyen nagyon lefixáló környezetbe, amit úgy hívnak, hogy zenei felsőoktatás, hanem inkább próbáljanak olyan úton szerezni még zenei tudást, hogyha szükségük van rá, hogy próbálják felmérni, hogy nem rombolja a saját egyéniségüket, meg a kreativitásukat. Bár mondjuk most már tele vagyunk irgalmatlan zsenikkel, tehát azt látom, hogy 14 éves gyerekek az Instagramon olyan muzsikálás van, meg olyan hangszerelés, meg minden, és nem tudom, hogy honnan szedték ezt a tudást, tehát fogalmam sincs, hogy hogyan lehet ennyi évesen ide eljutni, de hogy már itt tartunk igazándiból, tehát ez az online világ korában, ahol egy YouTube kattintásnyira vagy olyan információhalmaztól, amit te válogatsz meg, hogy mit akarsz látni, itt már egyre kevésbé van szükség szerintem nagyon tematikus, szubjektív oktatásra. Hát elég részletes választ kaptam, azt hiszem. Még egy picit így visszamenve így a kezdeti részekre, hogy voltak-e olyan előadók, akiket így nagyon-nagyon sokat hallgattatok, mondjuk így kisebbként, és azok voltak mondjuk így kezdetben az ilyen nagyon motiválók, inspirálók. Hát mindenkinek megvan a maga nagy kedvence, vagy akár több is. Hát például ugye gimnázium éveink óta ismerve egymást az Olivérrel, nekünk például az első közös muzsikálásunk alkalmával mi például Chris Bottit játszottunk többet. Ő egy nagyon ilyen smooth jazzbe mozgó trombitás forma amúgy. Meg játszottunk nagy klasszikusokat is, például Herbie Hancockot, talán több Herbie Hancockot is játszottunk az első pár alkalommal, de amúgy, hát nézd, nekem speciál nagyon nagy kedvencem volt mindig is Candy Dulfer, aki egy hőse szerintem ennek a műfajnak. Ezt a műfajt igazán
megszeretni, én Brian Cumberson zenéje kapcsán szerettem meg, vagy azt a vonalat, amit úgy igazán vágytam képviselni ebben az egészben. Brian Cumberson egyébként mindannyiunknak nagyon nagy kedvence, és egyébként nagyon áldottak vagyunk, hogy azóta egyébként őket mind személyesen megismerhettük, és kollégánknak tekinthetjük őket igazándiból személyes kollégánknak. Ez mondjuk nekik köszönhető, hogy eszméletlenül nyitottak és nagyon rázatosak. Az esetleg bejövő ilyen fiatal újoncokkal szemben. És hát nagyon nagy kedvence az egész zenekarnak, azt tudom mondani, de főleg az ikreknek a Dirty Loops, ami tuti, hogy ha nem szólt 60-szor körbe-körbe egy turnébuszba, egy turné során az első lemezük, akkor egyszer se. Az biztos. De nagyon sokat, Cory Wongot is egyre többet hallgatom mostanában, mindannyian. Akkor a Valery Stefanov, aki egy nagyon nagy tehetség és egy elképesztő zseni. Jacob Colliert is szoktunk hallgatni. Hát még sorolhatnám. Igazándiból ezek a nagyon nagy kedvencek közös nagy kedvencek, tehát ezeket mindenki nagyon szereti. Nyilván mindenki a saját hangszere területére specializálódik, tehát ők az Ati biztos, hogy most erre a kérdésre 5 szaxofonossal válaszolt volna. Ami érdekes, hogy az én esetemben egy kicsit nehezebb, mert hegedűsből kevés van ebben a műfajban, és nagyon azokat, akik viszont vannak, nem igazán ezt az irányt képviselik, úgyhogy hegedűből én nagyon nem tudok ilyen etalon példát figyelni, vagy hallgatni. Ennél is, vagy emiatt is nagy a felelősség rajtunk, vagy a nyomás, hogy akkor mi legyünk valami olyan, ami lehet egy mérce akár ebben a műfajban a hegedülés szempontjából, de ezt még egyszer csak azért mondom, tehát ezt hangsúlyozom, hogy azért, mert ebben az all stílusban, amit mi csinálunk, tehát ez a nagyon pregnáns funk is történet, ebben nagyon, nagyon kevés, vagy egyáltalán nincs hegedűs ebben a műfajban. Én is inkább billentyűsöket, szaxofonosokat hallgatok, úgyhogy ebből tudnék még tonnányit sorolni neked. Esetleg vannak-e olyasfajta előadók, akik mondjuk, hát fogjuk rá, hogy most felkapottak is olyasmiket, esetleg hallgattok-e? Ja, hogy mai népszerű előadókat? Ilyen pop rock, ilyen műfajon belül. Abszolút. Én amúgy egyébként mainstream popzenével foglalkozom főként, mint producer. Tehát én nekem ezzel tisztában kell lennem. Amúgy is, meg egyébként is nagyon szeretem, és szeretem a mai popzenét, tehát a legaktuálisabb popzenét is nagyon szeretem, ami most megy, ez a 2021-es popzene, ez egy kicsit ilyen minimálabb, ilyen deepesebb történet, és szeretem azt, hogy bejön nagyon sok zenei dolog a mai popzenébe. Hát ilyen például Dua Lipa, akinek a zenéjét nagyon tisztelem, és nagyon szeretem, hogy hozza ezeket az élő zenei dolgokat a zenébe, és amellett egyébként meghagyja az elektronikus történetet is benne. Én nagyon sok kifejezetten elektronikus zenét is hallgatok, nagyon szeretem Zed munkásságát, illetve nagyon szeretem Martin Garrixet, és nagyon szeretem azt a rajongást, amivel a zenéhez hozzááll, és amivel a kiadóját is csinálja, hogy eszéletlen nagy, tulajdonképpen ilyen zenei manufaktúrát csinált, ilyen fiatalon, és ekkora missziót érez a zene iránt, és ennyi minden szuper producerrel, meg hangszerelővel, meg hangmérnökkel veszi magát körül. Úgyhogy nagyon szeretem meg az összes kollaborációját, nagyon szeretem. Fú, hát még tudnék neked sorolni igazándiból. Megnyitnám a Spotify-omat, tudni, hogy a lájkolt listáimban tulajdonképpen lenne 150 név, amit fel tudnék sorolni. Alapvetően minden ilyen nagyon elektronikus popzenét szeretek. Én megmondom őszintén, a Katy Perrynek az új albumát is nagyon szeretem. Azt is szélén hallgattam. Nagyon szeretem a Shawn Mendes-t, a legújabb Shawn Mendes dolgokat is
nagyon szeretem. Szóval szuper. Amit én nagyon annyira nem szeretek, megmondom őszintén, a popzenén belül az ilyen nagyon experimentális dolgokat, tehát amiben például elment akár a Justin Timberlake is elment, egy kicsit a Beyoncé is elment ilyen vonalba, hogy a saját műfaján belül ilyen nagyon, nagyon ilyen szélsőséges területekre, és már kiléptek ebből a, abszolút egyébként meg tudom őket érteni, hogy kiléptek ebből a Kiszolgálom a Mainstream Popot című dologból, de az nekem kicsit tömény már nagyon sok dalon keresztül. Én nagyon ilyen közérthető fülű csávó vagyok. Én ezeket szeretem, és a Pete Projectben is egyébként ezeket a dolgokat szeretjük beépíteni. Tehát az legmodernebb popzenei húzásokat próbáljuk beleötvözni ebbe a kicsit klasszikus, néha vintage hangzásba. Na, hát fogjuk rá, hogy ez így bevezetésképpen mindenképpen meg volt ez a rész. Most egy picit térjünk rá a zenekari dolgokra. Amikor összeálltatok, akkor elég egyértelmű volt, hogy ebben a műfajban fogtok játszani, vagy azért még volt egy kis találgatás, egy kis egyeztetés esetleg? Abszolút, nagyon egyértelmű volt. Mindenkinek ez a műfaj az abszolút kedvence, vagy legalábbis, hogyha előadásra kerül sor, és hát maga a Beat Projectnek a fundamentumai is ebben rejlenek, mert amikor mi már gimnáziumban elkezdtük ezt még a Lőrinc Ádám barátommal, akkor már az volt a koncepció, hogy ilyen típusú zenébe beleépíteni a hegedűt, funky alapokon elsősorban, és aztán ez már annyira megadta az irányát a Beat Projectnek, hogy az első lemez, az első demo lemez is már nagyjából e köré, a stílus köré gyűlt össze, az X dal, azt hiszem 6 dallal indultunk. Azon a lemezen egyébként még van egy-két stílusbeli próbálkozás, tehát van egy latin dalunk is például az első lemezen, amit én személy szerint nem nagyon szeretek, úgyhogy szerencsére sikerült ettől a stílustól megszabadulni, de amúgy egyébként a közönség nagyon szereti ezt a dalat, meg szerette ezt a dalat, úgyhogy egyébként nagyon szívesen játszottam, meg minden, csak ha írni kell, akkor nem biztos, hogy ilyet írnék. És azért ott még voltak kilépések, volt még nagyon, nagyon puha, nagyon atmoszférikus smooth jazz, meg volt ilyen nagyon ősi James Brown-os funky is. Ez egy picit azért már, hogy mondjam, egy kicsit úgy kiegyenesedett már ez a stílus keresgélés azóta, így a 6. lemez magasságára. Tehát most már egészen egyértelműen állunk neki a stílusilag, de azért a diverzitás benne van a zenében, tehát azért vannak jócskán puhább dalok, baladák, meg vannak azért nagyon magas energiájú funky dalok, mind a mai napig amúgy. Ezt egyébként totál elfelejtettem, pedig logikusan ezzel indítottam volna, hogy jött a zenekar még? Hogy jött a Pete Project? Nekem a becenevem, meg a művész nevem a Pete, és én mindenképpen szerettem volna zenekart csinálni, csapatba szerettem volna gondolkodni, és nem úgy, hogy Pete, aztán kezit csókolom, és akkor majd lesz, ami lesz, muzsikál velem, aki muzsikál, hanem én szerettem volna, hogyha ez egy csapat legyen, úgyhogy emiatt odaraktuk azt, hogy Project, és hát igazándiból mind a mai napig ez úgy látom, hogy egy nagyon szuper döntés volt, egy nagyon gyümölcsöző dolog ez a csapatban gondolkodás, meg a zenekari lét, úgyhogy ajánlom mindenkinek szeretettel, a sok-sok szóló előadónak, mindenkinek. És amikor még így kezdetben voltatok, akkor nehéz volt ráállni a számok írása, vagy nagyon egységesen tudtatok dolgozni, esetleg voltam mondjuk olyan, hogy otthon egy-egy dologban külön-külön dolgoztatok, találkoztatok, megmutogattátok, és akkor mondjuk úgy is könnyebb volt esetleg haladni. Nézd, a zeneírás része az mindig úgy működik, hogy mindenki hoz egy ötlet részt, valamit, a saját kis belső szobájából, és legyen az egy dallammenet, vagy legyen az csak egy groove, vagy egy refrén, egy verze részlet, vagy akármi, vagy csak egy hangulat, és bedobjuk a közösbe, és hogyha tudja inspirálni a többieket,
akkor összegyűlünk a stúdióba, és akkor tovább brainstormingolunk ezen, meg így mindenki bedobálja a saját ötleteit hozzá. Van olyan, amikor nem inspirálja a zenekart ez az egész, van olyan, amikor eljutunk egy darabig, és aztán időközben eldobjuk az ötletet. És van olyan, amikor már kifejezetten kidolgozza az adott illető ezt a dal kezdeményt, és már egy kifejezett hangszereléssel érkezik. Ilyenre is van példa, meg olyanra is van példa, például Ati nagyon sok ilyet csinál, hogy végzongorázza a dalt. Tehát akár 100 zongorával, de mindennel együtt elejétől végéig le van zongorázva a dal, és akkor tulajdonképpen mi csak ezt ráhúzzuk a Pete Projectnek a világára, és akkor fölhangszereljük úgy, hogy a Pete Project nem működjön, meg nekünk jól álljon. Úgyhogy mindig egyénileg indul valahogy a dalszerzés menete, és aztán mindig együtt találkozunk, és a végső formáját azt mindig úgy nyeri el, hogy együtt vagyunk a stúdióban. Még az előadás elején azt említetted, hogy ugye készítettek veletek, vagy veled angol nyelvű podcastet is, szóval picit így erre rákanyarodva, hogy amikor elkezdtetek együtt zenélni, akkor hát fogjuk rá, hogy tudatos volt, hogy gyakorlatilag a zenéteket szeretnétek, hogy úgymond külföldön is ugyanúgy elérjék, és úgymond ne csak Magyarországon. Mi 2008 év végén, ha jól emlékszem, vagy várjál csak, igen, azt hiszem, hogy 2008 év végén kötöttünk egy megállapodást egy kiadóval, ami azóta is tart. Most már hatodik lemezt éljük közösen. És ez a kiadó, ez mindig is nagyon súlykolta nekünk azt, az elejétől kezdve, mi semmit nem tudtunk még a zeneiparról. 13 éve volt a jesszusom. És ő nagyon súlykolta mindig is azt, hogy ez a zene, ez elsősorban amerikai zene. És ennek az ős hazája, mivel ott van Amerikában, ezért gazdaságilag, marketing szempontból mindenhogyan érdemes lenne oda is promózni ezt. És akkor mondtuk, hogy hát jó, hát kik vagyunk mi ehhez, tehát hogyha ti úgy gondoljátok, hogy promóznátok a zenénket, akkor természetesen mi nem fogunk ellenkezni, de mi nyilván azt láttuk csak magunkat, hogy orrunkig láttunk csak, tehát hogy itt az itthoni fellépések, színpadok, klubok, stb. Oda jussunk el, és akkor mi attól már boldogok vagyunk. A kiadó pedig az elejétől kezdve nagyon tudatosan, apránként kezdte ezt promózni Amerikában is. A rádióknál, stb. És már az első lemezünket nagyon szépen játszották emiatt az amerikai rádiók, és a harmadik lemez magasságára, kifejezetten a harmadik lemez megjelentése előtt már volt amerikai fesztivál meghívásunk emiatt, és hát 13 tavaszán először kiutaztunk először Floridába játszani, mindjárt az egyik legnagyobb smooth jazz fesztiválon Amerikában. Egy ilyen szolid 10 000 ember volt kint, a főfellépő előtt kaptunk egy előzenekari pozíciót, és hát eszméletlen élmény volt, meg nagyon durván megindította ennek a folyamatait, ennek a kiutazásnak, meg a kintjátszásnak, meg a kinti emberek elérésének az, hogy mi személyesen ott megjelentünk, és tudtunk személyesen is kontaktálni azokkal az emberekkel, akikkel odáig csak e-mailben, meg telefonon lehetett. És ez azóta is tart, és nagyon nyitottak ránk az amerikaiak, meg hát azóta játszottunk Nyugat-Európába is, úgyhogy ez egy ennek köszönhető dolog, hogy a kiadónk, nevezetesen Farkas Zoltán menedzserünk és kiadó ügyvezetője az elejétől kezdve nagyon mondta, hogy ezt kint promózni kell, és aztán utána ez át is tevődött ez a hangsúly, vagy hogy mondjam, a balansz, mert kifejezetten most már a fő erőforrásainkat inkább Amerikára fordítjuk, és a kevesebb erőforrást fordítjuk hazúra, mert akkor a piac nyílt meg Amerikában, hogy az sokkal nagyobb erőforrásokat kíván elérni, mint kis országunkat, és ez most ez viszont nyilván azóta
nőttünk mi is, meg nőttek a befektethető erőforrások is, tehát most úgy mondom, hogy megkapja megfelelő figyelmet Magyarország is természetesen, de az a vas, ami felmelegedett az elmúlt években az amerikai rádióknál, tehát nagyon sok rádiószerkesztő megismert bennünket, stb. Stb. Ezt érdemes nem elengedni, hanem továbbfejleszteni. Hát akkor azért nem kis országban játsszák a 14-teket azért. Hát igen, és ez egy hatalmas nagy piac is, és maga az ország méretéhez, meg az emberek mennyiségéhez képest is még nagyon nagy piaca van ennek a zenének kint. Tehát kint Amerikában olyan mértékű ez a zene felvevő piac, mintha Magyarországon lenne 1 millió orbitális smooth jazz rajongó. Tehát körülbelül így kell elképzelni. Egészen más világ Amerika ilyen szempontból, zenei kulturális szempontból, vagy könnyűzenei kulturális szempontból. Úgyhogy sokkal könnyebb egyébként érvényesülni is emiatt, de hát a távolság az távolság, tehát most ezt érezzük is itt a Covid miatt, hogy most már második éve kellett halasztani a kinti koncertjeinket. Még megemlítetted, ugye, hogy Nyugat-Európán belül is jártatok, pontosan melyik helyeken, országokban voltatok koncertezni? Svájcban voltunk koncertezni többször is. Ha jól emlékszem, nem akarok butaságot mondani, hogy ezen kívül még hol. Biztos, Svájcban tuti, hogy voltunk többször is. Egészen konkrétan a Jazz Club Rorschachban, ami egy nagyon-nagyon szuper kis jazz club, egy eszméletlen jó ilyen smooth jazz rajongó közösséget fog össze, svájci közösséget fog össze, és nagy élmény volt, és egyébként tök jó, mert megközelíthető amúgy szárazföldön, tehát nem kell feltétlenül repülőre ülni. De amúgy egyébként most hirtelen nem is tudom, hogy Nyugat-Európában játszottunk-e még. A Cruise-on biztos, hogy játszottunk. Volt egyszer egy balti-tengeri Dave Cass Cruise, ami két turnusos volt, és akkor végigjártuk tulajdonképpen Dánia, Finnország, Svédország útvonalat. De amúgy egyébként, ami érdekes, és a Nyugat-Európát mondtam, mert Amerikáról volt szó, hogy nyugat felé, de ami érdekes, hogy nagyon nagy felvevő közönségünk van és volt Romániában. Mi nagyon sokat játszottunk Romániában, és 2014-től kezdve nagyon sokat jártunk. 2014-ben azt hiszem, hogy 3 turnét is letoltunk Romániában, és meglepő módon nagyon-nagyon sok hely és ilyen helyi klub látogató társaság volt nagyon nyitott erre a típusú zenére, és komoly teltházakat tudtunk csinálni Romániában. Úgyhogy ez egy érdekes tény amúgy, hogy Amerika, és akkor kicsit kelet is, de nagyon szuperül éreztük magunkat mindig, és várjunk mind a mai napig egyébként vissza. Most úgy néz ki, hogy lesz egy koncertünk elég hamar Romániában újra, meg még Szlovákiában is egyébként szoktunk játszani, viszonylag rendszeresen, és ott is egyébként nagyon szuper klubok vannak erre berendezkedve, úgyhogy van erre bőven lehetőség, de hát reméljük, hogy a Covid helyzetek után ez most már így helyreáll, és akkor most már rendes turnékat tudunk összerakni, mert hát a 6. lemezünket ugye nem sikerült bemutatnunk még élőben, ami 2020-as lemez, úgyhogy most már úgy vagyunk vele, hogy most már csinálunk egy új lemezt inkább, és majd azzal neki indulunk turnézni, hogyha lehet, mert hogy Amerikában még mindig nem lehet beutazni, ugye? Uh-huh. Említetted például ezt a dán-svéd-finn turnét, hogy kell elképzelni egyébként, hogy hány koncert van egy ilyen turnén, mennyi időközönként utaztok például, hogy áll fel egy ilyen turné? Hát a svájc-finn, vagy a svéd-finn történet az egy cruise volt. Dave Kaz szaxofonosnak van minden évben egy úgynevezett ilyen óceánjáró hajós, ilyen cruise fesztiválja,
ami most már három turnusos, tehát háromszor kb. 2000-2500 ember váltja egymást a hajón, és ez egy tömény ilyen multikulturális rendezvény. Most olyan szempontból mondom, hogy multikulturális, mert a zenei stílus az ugye ez, amit mi csinálunk, tehát ilyen előadók vannak a hajón, Dögivel, a legnagyobb előadók, legnagyobb sztárok ennek, ebben a műfajban, több színpadon megy párhuzamosan a hajón a szórakoztatás ebben a műfajban is, és a hajó minden nap kiköt egy másik országban. És akkor ebben az, ezekben az országokban ugye ilyen napi kirándulásokat is lehet ilyenkor csinálni, és akkor mi zenészek sokszor lemegyünk a hajóról, és ott is vannak milyen kis mini koncertek, meg különböző ilyen zenei happeningek az adott fővárosokban. Tehát így jártunk például Helsinki-ben is, például muzsikáltunk már emiatt a Dave Cass Cruise, akkor Tallinnban például zenéltünk emiatt, hogy tulajdonképpen lejöttünk a hajóról, és akkor ott részt vettünk egy ilyen helyi rendezvényen. Amúgy egyébként a Dave Cass Cruise-on másodszor voltunk ezen a Balti-tengerin, az első cruise az a Karib-tengeren ment, és a Karib-tengeri szigeteket jártuk tulajdonképpen végig, Puerto Rico-ból indulva. Egy nagyon, nagyon érdekes dolog volt az is, hogy találkozott ez a smooth jazz funk ezzel az ősi Karib-tengeri ősi Karib-tengeri világgal. Nagyon érdekes dolgok jöttek ki belőle, meg hirtelen akartam mondani, hogy a melyik szigeten kötöttünk ki egyszer, és ott is volt egy ilyen nagyon érdekes jam session a helyi pubban, ahol egy ilyen pár ezres nagyon érdekes dolgok sülnek ebből ki mindig, és hát emiatt az ember nagyon sok helyen jár, és nagyon sok minden kultúrával érintkezik. Hát akkor azért mondhatjuk, hogy ugye a világnak elég sok táján jártatok. Igen, igen. De még nem elegen, úgyhogy még nagyon szeretnénk sok tájon járni. Még, hogy lehet utazni még. Na hát akkor pont ez lenne a következő kérdésem, hogy ha ki kéne választani most így hirtelen, ajaj, internet probléma. Várunk egy picit. Igen, igen, úgy tűnik, hogy probléma kapta az internettel. Addig felhívnám mindenki figyelmét, hogy van egy ilyen kérdező részleg, és ott ne menjetek el, szóval itt van egy ilyen kérdező ikon, és akkor ott lehet kérdéseket föltenni. Elvileg rögzítettem egy ilyen kommentet, csak valami most van az Instagramnak a az utcával, és nekem nem jeleníti meg, úgyhogy kérdéseket nyugodtan tudtok odaírni, nem tudom, hogy az ujjammal most jó irányba mutatok ezek, oké. Na. Nem. Jó. Bocsánat. Szóval pont ehhez a gondolatmenethez fűzött az én következő kérdésem, hogyha most így ki kéne választani három külföldi országot, ahova mennétek koncertezni, akkor esetleg tudnál mondani háromat? Tudnék. Én nagyon szeretnék koncertezni Japánban. Nagyon régi vágyam, hogy Japánban koncertezhessünk. És van is erre nagyon komoly felvevő közönség egyébként, és kapjuk is a visszajelzéseket nagyon régóta. Hát már tulajdonképpen több mint 10 éve kapjuk a visszajelzéseket, hogy elég nagy rotációban játsszák a dalainkat a japán smooth jazz rádiók. Úgyhogy lenne is mire építeni. Ez minden csak logisztika kérdése, tehát egyszerűen nem volt eddig arra lehetőségünk, hogy úgy tudjuk összekötni a pontokat a turnén, hogy ki tudjunk repülni Tokióba. Ugye érdemes lenne oda mindig Los Angelesből kirepülni. Úgyhogy egyszer ez biztos, hogy össze fog jönni. Legalábbis nagyon reméljük. Amúgy egyébként Amerikán belül is nagyon
sok olyan hely van, ahol még szívesen játszanánk, tehát például én nagyon szívesen játszanék New Yorkba, egyszer nem jutottunk föl a keleti parton még ilyen északi pozícióba, de nagyon, nagyon szívesen eljutnék személy szerint. Én nagyon szívesen játszanék Mexikóba, egyszer bárhol tulajdonképpen Dél-Amerikába, de legfőképpen Brazíliába nagyon szívesen eljutnék egyszer, és ott is egyébként van komoly hallgatottságunk, azt is tudjuk, úgyhogy erre is lehet majd még építeni. Meglátjuk, hogy mit tudunk kihozni belőle. Úgyhogy én most azt hiszem, hármat mondtam, vagy minimum hármat, ezek biztosan, de például nagyon érdekes, hogy és egy nagy áldás, hogy most legközelebb, hogyha Isten is megsegít bennünket, akkor a legközelebbi ilyen nagy távoli külföldi szereplésünk az a Tahiti Cruise lesz, a Jazz Weekendernek a Tahiti Cruise-a, ami tulajdonképpen Tahitin Bora Bora térségben fog hajózni, és nekem az is egy nagyon abszolút bakancslistás helyszín volt, és ez csak szembe jött ez velünk a Jazz Weekender cruise-zal kapcsolatban, hogy akkor Tahitin Bora Borán lenne a cruise, és akkor így mondtam, hogy tulajdonképpen így kell kívánságukat megfogalmaznom a fejemben magamnak, mert megszervezik helyettem ezeket az utakat, és nekünk csak oda kell menni zenélni, úgyhogy nagyon szuper lesz, és hát én csak abban reménykedem, hogy azt már sikerül megvalósítani, tehát el tudunk oda jutni, mert amit nem gondoltunk volna, hogy a 2021-ben nem tudjuk pótolni a 20-ban elmaradt amerikai koncerteket, ez egy rémálom, amiben most élünk tulajdonképpen, vagy amit el kell, hogy fogadjunk. Ez senki nem gondolta volna. Már az is rémálom volt, hogy rákészültünk a 2020-as évre egy új albummal, kijöttünk februárban vele, bemutattuk Kaliforniában február végén még pont, hazajöttünk, és nagyon készültünk, hogy tavasszal is megyünk ki, nyáron is megyünk ki, ősszel is megyünk ki, kétszer is, fú, nagyon szuper lesz, és ott volt minden repjegy, minden lemezben mutatóra, hadd nem mondjam, hogy kit hívtunk meg, és meg volt véve neki a repjegy, meg minden, és mindent le kellett mondani, és hogy ezeket még 2021-ben sem tudjuk pótolni, ez borzasztó, de abban reménykedünk, hogy ezzel a tavaszi Tahiti cruise-zal, ami jövő áprilisban lesz, ezzel meg tudjuk indítani a most már megvalósítható koncertek sorát. Én nézegettem a YouTube-on, hogy milyen tartalmakat csinálgattatok a karantén alatt, és tényleg én is azt kell mondjam, hogy nagyon kreatívan és nagyon szuperül megoldottátok szerintem, ha bár ugye sajnos a koncertjeiteket ugye nem tudtátok megtartani, de szerintem nagyon-nagyon szuperül sikeredett az a sok-sok minden, amit csináltatok. Köszönjük szépen! Megtettünk minden tőlünk telhetőt, amit a mi technológiai képességünk, meg tudásunk, meg felszereltségünk engedett. Hát tulajdonképpen végigzenéltük az egész repertoárunkat háromszor online. Úgyhogy eszméletlen durva melót tett egyébként bele mindenki otthonról. Volt olyan időszak, amikor abszolút nem lehetett találkozni sem. Úgyhogy próbáltuk fenntartani a vérkeringést, és ennek egyébként az lett egy pozitív hozománya, ami megmaradt, hogy létrehoztunk egy Patreon oldalt, ahol havi szinten csinálunk a stúdióból online koncertet, viszont azt meg már csak azoknak, akik a Patreonon előfizetnek a mi csatornánkra. Tehát, ahogy szoktuk mondani, a Patreon család tagjai lesznek, és ott is van egy családunk, akik miatt mi minden hónapban összejövünk, és csinálunk nekik egy online koncertet. Ugye ez nagyon szuper dolog, és olyan szempontból is nagyon szuper dolog volt, így a karantén vagy a Covid alatt is, hogy havi egyszer legalább biztos, hogy kellett találkoznunk, és zenélnünk kellett együtt emiatt. Most úgy mondom, hogy kellett, hogy nagyon szívesen tettük természetesen, csak nem feltétlenül találkoztunk volna zenélés céljából, csak azért, hogy saját magunkat szórakoztassuk, tehát ahhoz mindenki túlságosan elfoglalt, viszont így, hogy van is egy komoly család, aki erre előfizetett, vagy aki erre minden hónapban kíváncsi,
és van is rajtunk emiatt egy felelősség, ez egy nagyon szuper dolog, és nagyon szívesen csináljuk, úgyhogy nem sokára jön egyébként az idei, vagy a idei e-havi Patreon online koncertünk. Ezeknek egyébként van egy ilyen konkrét időpontja, hogy minden hónapban egy adott napon, vagy ez teljesen véletlenszerűen alakul? Picit véletlenszerűen. Az elején úgy indultunk, hogy a hó elején csináltuk mindig, lehetőleg az első héten valamikor, aztán utána most ebben az időszakban, hogy újraindult egy picit az élet, és nyáron most már volt egy majdnem normális nyári élő szezonunk, így egy kicsit elcsúszott a történet, és az van, hogy most általában a hónak a vége felé, az utolsó héten csináljuk az online koncertet. Volt egy hónapunk, amikor nagyon-nagyon sűrűek voltunk, és nagyon annyi felé voltunk, hogy egyszerűen nem tudtunk találkozni egyszerre, egy helyen, így a stúdióban. Úgyhogy emiatt megcsúszott a dolog, és most áttevődött a hó végére, de most már úgy látjuk, hogy ez valószínűleg így is marad, mert ez olyan szempontból jó lesz majd, hogy majd tudunk csinálni egy rendes karácsonyi műsort úgy decemberben, hogy az akkor tényleg ilyen karácsony tájékán is lesz. Úgyhogy ezt most már szerintem így hagyjuk. Tudom, picit így össze-vissza ugrálgatok a témákba, de egy picit én most visszatérek az úgynevezett hétköznapokba, hogy próbákat azokat hogyan oldjátok meg, hányszor szoktatok egy héten próbálni, hogyan alakulnak ezek? Nézd, mi nem a rendszeresen próbáló zenekar kategóriájába tartozunk, és ezt büszkén vállaljuk, vagy én ezt most büszkén kimondom. Mi mindig azt csináljuk, hogy amikor van egy új műsor, vagy valamit változtatni akarunk a műsoron, általában, hogyha változtatunk valamit a műsoron, akkor mindig gyökeresen sok dalban változtatunk, meg sok új dalt veszünk be, akkor mindig csinálunk egy intenzív próbaidőszakot. Tehát akkor akár naponta találkozunk egy héten keresztül, és addig csináljuk, addig próbáljuk ezt a műsort, amíg be nem épül teljesen a zsigereinkbe, és utána megindulnak a koncertek ezzel a műsorral. Akkor szoktunk még próbálni, hogyha van valamilyen speciális dolog egy koncerten, tehát akár a megrendelő kérésére, vagy a helyszín miatt, vagy a rendezvény speciálitása miatt olyanokat kell módosítanunk a műsoron, hogy nem az éppen bepróbált műsort kell játszani, hanem valami egész mást, akkor is ugyanez is ilyen intenzív próba időszak van, vagy van egy vendégünk akár a koncerten, akivel nem szoktunk együtt játszani, akkor vele próbálunk, illetve akkor szoktunk még próbálni elég intenzíven, amikor nagyon régóta nem volt koncertünk. Ilyen volt például most a COVID utáni helyreállós időszak, amikor tulajdonképpen ugyanazzal a műsorral, vagy ilyen többé-kevésbé ugyanazzal a műsorral indultunk újra, mint amivel befejeztük. Csak annyira régen nem játszottuk ezt színpadon rendesen emberek előtt. Igaz, hogy az online koncerteken játszottuk, igaz, hogy a live at home karantén dolgokon játszottuk, de az nem ugyanaz. Tehát muszáj volt olyankor találkozni, és akkor egy légtérben összepróbálni az egészet. De visszatérve a kérdésedre, nem, tehát rendszeresen nem próbálunk. Mi rendszeresen a Patreon miatt találkozunk, tehát a Patreon az ok, ami miatt akkor is találkozunk, hogyha esetleg nincs koncertünk, de hála Isten egyébként amúgy van, úgyhogy rendszeresen találkozunk a koncertek miatt is. Megint csak egy más téma, a tehetségkutatók, és most egy picit vonatkoztassunk el a daltól. Előtte volt olyan műsor, ahova próbálkoztatok indulni, vagy egyáltalán felmerült-e más opció, vagy abszolút csak ez a dalos téma volt nektek? Mi voltunk egyszer a Hungary's Got Talent című műsorban, ami nem is tudom, hogy hanyadik X-faktor után volt, meg hanyadik X-faktor előtt. Egyszer beiktatta az RTL Klub a műsorába ezt a Hungary's Got Talent dolgot, és abban a műsorban voltunk az élő showba jutottunk be, vagy hogy mondjam, a elődöntőbe, vagy nem tudom, hogy nevezték. Abba jutottunk be, és ott szerencsére élőben is tudtunk zenélni.
a válogatón is élőbe zenéltünk, meg az élősorban is élőbe zenéltünk. Ez egy szuper élmény volt amúgy, és nagyon érdekes volt, hogy az RTL klubon megmutathattuk ezt a zenét, meg részt vettünk egy ilyen mezőnyben. Nagyon sokféle előadó, meg sokféle produkció volt, tehát ilyen a szórakoztató ipar mindenféle zegzugából, hát ismerjük a British Got Talent, vagy Britain's Got Talent, meg az America's Got Talent, meg mindenféle ilyen műsorokat, hogy a bűvésztől elkezdve a striptease táncoson keresztül mindenféle van, és akkor ebben a felhozatalban egyszer csak jött a Peer Project az élő smooth jazz funky nótájával, de nagyon élvezte a közönség is, a zsűri is nagyon, zsűrinek is nagyon tetszett, úgyhogy egy jó élménnyel zártuk az egészet, meg hát csomó új ember megismert bennünket, úgyhogy ez jó dolog volt. Én mert kitérnék a dalos kérdésemre, előtte minden nézőnek mondanám, hogy ott lent komment szekcióban lehetőségetek van kérdezni bármit, úgyhogy azok úgyis megválaszolásra tudnak szerintem kerülni. Szóval egy picit így a dalra rákanyarodva, hogy említetted, hogy már 2013-ban is sikerült nektek például Amerikába kijutni. Azt hiszem, hogy az volt. És legalábbis az én értelmezésem szerint ugye a dal egy olyan jellegű műsor, ahol mindenki ugye vagy hát maga az ilyen euróvíziós válogatók, ahol ugye mindenki a saját országán belül próbál kitörni ugye nemzetközi, elsősorban ugye európai szintérre. És hogy úgy éreztétek, hogy ti mégis elindultak ezen, hogy előtte már jártatok Amerikában, előtte itt-ott-ott már jártatok itt sok helyen? Nézd, mi szeretünk építkezni Amerikában is, meg Magyarországon is. Mi sosem gondolkodtunk úgy Amerikával kapcsolatban, hogy na, akkor most ott bejött az élet, akkor most mindent itt hagyunk csapott papot, és akkor megyünk ki Amerikába. Nagyon sokszor megkérdeztek bennünket egyébként kintiek, nagyon prominens emberek, hogy nem akarunk-e kiköltözni, meg ilyen meg olyan lehetőséget adnának, ha kiköltöznénk, meg köttörödöttörö. És én mindenkinek elmondtam, és ebben van egy egyetértés a zenekarban, hogy nem tartjuk véletlennek, hogy ide születtünk, és nekünk, ha feltétlenül a Peer Project-tel nem is, de egyénileg mindenképpen egy itteni küldetésünk van, és kiköltözni semmiképpen nem szeretnénk. Tehát egy ilyen lépést tenni a kinti karrierünkben nem, vagy ezt nem akarjuk meghozni, ezt a döntést, vagy ezt a lépést nem akarjuk megtenni ennek érdekében. Kijárni szuper, innen turnézni szuper, rendszeresen utakat szervezni Amerikába szuper. Az, hogy látjuk és halljuk, hogy az amerikai rádiók játszanak bennünket, meg toplistára kerülünk, ez nagyon szuper, de attól függetlenül mi a magyar állampolgárok és magyar emberek vagyunk, és ide születtünk, és ez a hazánk. És ezzel együtt, vagy ettől függetlenül továbbá itthon is nagyon szívesen csináljuk a karrierünket, Peer Project szinten, tehát azt az ember mennyiséget, vagy célközönséget, akit itthon el lehet érni, szeretnénk elérni, és erre a dal is például egy nagyon jó platform volt, mind a két alkalommal. Nyilván próbáltunk olyan dallal menni a dalba, ami egy kicsit közérthetőbb, meg jobban fogyasztható, meg több az ének benne, meg stb. De nem akartuk meghazudtolni magunkat, tehát sikerült egy olyan stílust megmutatnunk magunkból a dalba, ami abszolút a miénk, és a mi autentikus Peer Project-es stílusunk, és ezáltal is nagyon sok új ember ismert meg bennünket, és nagyon sok mindent köszönhetünk ennek is, ahogy a Hungary's Got Talent-nek is, úgyhogy ez is egy szuper élmény, és hát én ezt abszolút független, egymástól függetlenül kezelem, tehát az amerikai dolgokat, meg a magyar dolgokat. Nyilván hat az egyik a másikra, tehát főleg az amerikai a magyarra, tehát az, hogy Amerikában van egy sikerünk, esetleg egy toplisták, vagy valami, az egy nagyon szuper hír itthon is. Sokan büszkék ránk, meg minden, de az, hogy például itthon nem tudom, a dalba játszunk, az kint sem rádiós játszás, sem
fellépést nem eredményez nyilvánvaló módon, tehát ezáltal is érdemes a kettőt külön kezelni és külön építkezni. Ennyi. Még a dalokkal kapcsolatban lenne kérdésem. Az egyik az az lenne, hogy amikor írtátok ezeket a dalokat, akkor tudatosan írtátok, tehát hogy tudtátok, hogy ezekkel a dalra fogtok jelentkezni, vagy abszolút úgy jött, hogy ott volt a dalcíműsor, és akkor arra gondoltatok, hogy akkor most jelentkezünk is. És ezzel a dal. Tudatosan írtuk. Tudatosan írtuk. Tehát mind a két esetben tudatosan írtuk. A Kill Your Monster-t azt nagyon. Tehát azt emlékszem, hogy annak szerintem a projekt címe is az volt, hogy dal. 2017, vagy nem tudom. Tehát, hogy kifejezetten arra. Az, hogy aztán utána ez rákerült a következő albumunkra, az más kérdés. Nyilvánvaló módon rákerült, de a maga a dal szerzés, az ez inspirálta. Igen. Akkor még a dalokkal kapcsolatban az is érdekelne, hogy akkor az is tudatos volt, hogy tehát ez úgymond egységes volt, hogy angolul szeretnétek írni a számokat, vagy úgy valaki azt mondta, hogy hát inkább legyen magyarul, vagy ez ilyen egyöntetű válasz volt, hogy akkor angol szám. Sokáig volt egy nagy dilemma a zenekarban, és aztán úgy tettünk ennek a kérdésnek, nem tudom, felkiáltó jelet a végére, hogy egyszerűen ez a zenei műfaj, ennek a zenei műfajnak a lüktetése, ez egy olyan amerikai típusú zene, egy olyan, most nem akarok nagyon szakmai dolgokba belemenni, de nem, abszolút nem az egyeken van a hangsúly. Ahogy nekünk a magyar nyelvben nagyon az egyeken van a hangsúly. Tehát annyira ledobja magáról a magyar nyelvet, hogy zeneileg nem jó, nagyon nem jó. A másik pedig az, hogy külföldön ugye nyilván semmit nem érünk a magyar nyelvvel. Egy-kétszer volt már egy szituáció, hogy előadtunk egy magyar valamit kint, és akkor az egy tök jó poén volt, de hát nyilván erre karriert kint nem lehet építeni. Tehát ilyen szempontból is praktikus nyilván angolul énekelni. A harmadik meg az, hogy Magyarországon is nagyon megy a külföldi zene. Tehát Orbaszájban a rádiók is nyomják az angol zenét, és Orbaszájban hallgatják azok az emberek is, akik egy szót se tudnak angolul. Tehát ilyen szempontból nem vett bennünket szét az ideg, hogy nem fogják értékelni az angolt a magyarok. Igaz, hogy van egy komoly jogszabályi előírás a magyar rádiókban, ami előírja, hogy bizonyos százalékú magyar zenét kell játszani, ezáltal a magyar rádió szerkesztők nem igazán nyitottak arra, hogyha egy magyar zenekar angol szövegű dallal jön, mert az az első kérdés, hogy van ennek magyar verziója is? És emiatt olykor és néha szoktunk csinálni magyar verziót egy olyan dalból, amit egyébként már nyilván angolul megírtunk, és kész, utána lemagyarítatjuk ezt a dalt, vagy mi lemagyarosítjuk a dalt, és akkor lesz belőle egy magyar verzió, amit tud játszani a magyar rádió. De erre kevés példa van amúgy, mert nagyon nyitottak ránk az angol nyelvű dolgokkal kapcsolatban is, Magyarországon is, ez az egyik, a másik pedig, hogy az a rádió, amelyik minket a legjobban játszik Magyarországon, ez a Jazzy Rádió, talán ki lehet mondani, itt az Instagramon vagyunk. A Jazzy Rádiót pedig kifejezetten az instrumentális dalok is érdeklik, úgyhogy ők meg ebből megoldják a problémát, és nem nagyon ugrálnak azon, hogy most akkor miért nincs benne ének, meg ami ének van benne, az miért nem magyar. Úgyhogy így állunk ezzel a kérdéssel, de hogyha az ember ránk keres amúgy, akkor egy idő után talál több olyan darunkat is, amiből megvan az angol verzió, meg a magyar verzió is. Még egyébként a két dal kapcsolatban eszembe jutott egy harmadik kérdés, csak pont előtte jutott ez a magyar kontra angol nyelvű dalról, hogy igen, amit mondta, hogy a ti stílusotok az abszolút, hát úgymond ilyen amerikai, viszont ugye valaki, tehát beszélgettünk már olyas valakikkel, akik szintén indultak a dalban, és ők meg ugye pont azt hozták föl indoknak, hogy magyar vagyok, magyarul éneklek, mert ezzel mutatom ki azt, hogy én magyar vagyok. Szóval. Hát ez egy nagyon szép dolog amúgy, és én a saját szóló projektem esetében most tudom, hogy Beat Project színekben vagyok itt, és nem akarok erről abszolút sokat beszélni, de nekem van egy szóló pop zenei projektem, amit idén indítottam el, évelején,
És ott például nekem ez is, ez abszolút misszióm, hogy magyar nyelvű pop dalokat csinálok, és adok elő. Tehát ez egy tök szuper dolog, és én is egyet tudok ezzel érteni. De a Pete Project esetében ez annyira, még egyszer mondom, hogy annyira amerikai típusú zene, hogy nagyon rosszul áll neki a magyar. És nagyon szívesen énekelnénk mi magyarul benne, és nagyon sokkal több magyar fordítást csinálnánk, meg nagyon sok magyar, alapból magyar dalt csinálnánk, hogyha ez jól tudna szólni. Hogyha ilyen könnyedén lehetne rá magyar szöveget írni. És biztos, hogy lehet amúgy, és nagyon sok esetben vannak olyan szuper szövegírók, meg fordítók, akik nagyon szuper prozódiát találnak ki, hogy jól tud állni a magyar is ezeknek a zenei stílusoknak, de ez ritka, mint a fehér holló. Tehát alapvetően az ötletek minden angolul jön, már a halandzsák angolul jönnek, és ezt az autentikus ízt, ezt meg akarjuk benne tartani egyszerűen, nem akarjuk magunkat megerőszakolni a dalszerzés során. Szóval még itt a két dal a kapcsolatban az jutott eszembe, mert ugye volt annal is, azt hiszem, ugye interjúnk, aki szintén kétszer indult, ő tudott különbséget tenni a két dalak közötti, olyan tekintetben tudtatok-e, hogy mondjuk az egyiknél azt éreztétek, hogy úgymond ez erősebb dal, mint a másik, vagy hogy ez jobban sikerült? Hát a jobban sikerültség szempontjából mindenképpen, mert a Kill Your Monster-rel tovább jutottunk, mint a Runaround-dal a második esetben. Én a Runaround-ot egy komolyabb dalnak gondoltam, és minden mai napig egyébként egy nagyon összetett kompozíciónak gondolom. Az egy kompozíció, a Runaround. A Kill Your Monster pedig egy sokkal egyszerűbb, dinamikus, könnyedén guruló, táncos, uptempo dal. És pont, hogy a Runaround-nak egyébként ez a túl komplikáltsága lett szerintem a veszte valamilyen vonatkozásban, mert nagyon sok információt tartalmazott. Ettől függetlenül nekem személyesen az a véleményem, de ez abszolút szubjektív, hogy a Runaround az egy sokkal komolyabb, sokkal többet üzenő dal, de tökre látszik ebből egyébként, hogy az, amit én gondolok, az a legritkább esetben találkozik azzal, hogy egyébként mi válik be, meg mi sikerül, meg mi megy előrébb. Úgyhogy ez még egyszer hangsúlyozom, ezek csak abszolút személyes vélemények, tehát mindig az a lényeg, hogy a közönség mit szeret, és mit tetszik, és mi az, amit tovább akar vinni. Ezért csináljuk tulajdonképpen. Na, kérdeztek itt a nézők, az első az, hogy van-e kedvenc dalotok a sajátjaitok közül, és ha igen, akkor melyikőtöknek melyik, és miért pont ez? Hát most nyilván ugye egy-egy számban tudunk csak beszélni, hogy neked melyik a kedvenc dalod, vagy több dalotok esetleg. Hát nézd, nekem a mindig van egy aktuális kedvencem. Mindjárt megnyitom egyébként a repertoárunkat, mert szerintem a srácok helyett is tudok szólni ez ügyben. Szuper. Van egy aktuális kedvencem. Nekem most az abszolút kedvencem az a Down to the Lake, ami a legutolsó videoklipünkhöz tartozó dal. De hát szerintem egyébként van még olyan, akinek a legfrissebb lemezről van kedvence, szerintem a Martinnak a Look Up to the Sky a kedvenc dala, amiben egyébként ő részeiben dalszerző is, elég nagy részében egyébként dalszerző is. Azt tudom, hogy a Marcinak nagyon nagy kedvence az Anything for You az új lemezről, amit tettünk el. Szerintem egyébként ez a dal az Attinak is nagyon nagy kedvence. Az, hogy az Olivernek vajon az új lemezről van-e most aktuális kedvence, vagy az előző lemezekről, azt nem tudom, de abban biztos vagyok, hogy az Olivier nagyon-nagyon szereti az előző lemezünkről a Downtown Therapy-t, a Don't Wanna Know-t is nagyon szereti szerintem, a Like a Kid-et is nagyon szereti. Úgyhogy ezek tuti. Aztán hát persze őket kéne megkérdezni elsősorban.
hogy mi a kedvencük. Én is így elég sok zenéteket hallgattam meg, nekem a személyesebb kedvencem a Run Around, a Kill Your Monster, szintén a Down to the Lake, és a Let's Do This nekem az volt még az ilyen, olyan, hogy azt tényleg hallgattam, és az annyira jó volt közben. Köszönjük szépen! A Let's Do This az nagy rádió siker is volt, úgyhogy nagyon jó amerikai rádió szerkesztői füled van. Köszönöm. Na azt mondja, hogy azt kérdezték, hogy volt-e esetleg Ibériai félszigeten koncertetek, például Spanyolország, Portugália? Konkrétan azon a félszigeten nem volt, hogy mondjam, szárazföldön nem volt, Majorkán játszottunk már. A Majorca Smooth Jazz Fesztiválon játszottunk. Azt hiszem 2016-ban. Úgyhogy Spanyolország területén volt koncertünk, ezt lehet mondani. És itt a kérdés második fele az, hogy szívesen játszanátok-e még ott a Spanyolországban, vagy Portugáliában? Nagyon, nagyon szívesen. Annál is inkább, mert amúgy Portugáliára van is esély, mert a Nyugat-Európai Smooth Jazz Fesztivál, tehát ami korábban Majorkán volt, az átkerült Algarve-ba, Portugáliába. Úgyhogy erre látok esélyt, hogyha visszahívnak bennünket erre a rendezvényre játszani. Viszont én nagyon-nagyon szívesen játszanék Spanyolországban, tehát úgy mondom, hogy az Ibériai félszigeten. Nekem nagyon nagy kedvencem Barcelona, és nem olyan régen voltunk a feleségemmel Madridban, és azt a várost is nagyon-nagyon megszerettem, úgyhogy mindenhol nagyon szívesen, de alapvetően nyilván azért délvidéken, minél inkább délvidéken, napos délvidéken játszanék. És pont ennek gyakorlatilag egy fogjuk rá, hogy kicsit átértvező, hogy Közép-Kelet-Európán belül melyik országban játszanátok szívesen, ahol még nem voltatok? Ahol még nem voltunk, Csehország, ahol nagyon-nagyon szívesen. Nekem abszolút kedvenc, top kedvenc európai városom Prága. Szinte minden évben, most a Covidot leszámítva, addig is legalábbis minden évben voltam Prágában legalább egyszer, ha nem kétszer. És nagyon-nagyon szeretem, nagyon szuper helyszínek vannak, nagyon szuper klubok vannak, úgyhogy egy európai turné esetében biztos, hogy kötelező állomás, és Lengyelországban is nagyon-nagyon szívesen játszanék. Ez egészen biztos, hogy benne a srácokkal ebbe egyetértünk, hogy Lengyelország és Csehország, de abszolút a top az Prága. Tehát Prágában mindenképpen el kell juttatni a Pírpozsány zenéjét élőbe. Azt mondja, hogy ki kéne választanod így külön-külön a három legemlékezetesebb élményeteket így a zenekar létrejött óta, akkor mik lennének azok? Három? Hát három. Ha van több, akkor akár több is. Húha. Hát várjál. Hát nézd. Az első nagyon nagy élmény az biztos, hogy a Jazzy Dal versenynek a megnyerése 2009-ben, ami egy hatalmas nagy élmény is volt. Nagyon nagy meglepetés, és egy nagyon nagy mérföldkő, egy segítő mérföldkő a zenekar történetében. Nagyon nagy élmény volt nyilván az első amerikai út Floridában. Tehát ez egy elképesztő előrelépés volt, és egy eszéletlen meglepetés, amikor látni több ezer embert, orbitálisan nagy tömeget, állva tapsolni, és ujjongani, és örülni a zenéknek, amikor mi addig örültünk egy 1000 fős rendezvénynek is itthon, tehát egy eszéletlen előrelépés volt. És hát nagyon-nagyon nagy élmény volt az első Dave Cass Cruise, amikor megismertük Dave Cass-t, meg az ehhez kapcsolódó összes fellépőt ott a Dave Cass Cruise-on, a műfaj legnagyobb sztárjait, és akik befogadtak bennünket, kollégájuknak tekintettek bennünket az első pillanattól kezdve, eszméletlen helyeken jártunk,
emiatt, és nagyon nagy élmény volt egyáltalán oda jutni, és nagyon nagy élmény volt az, hogy ebből egy nagyon gyümölcsöző barátság lett, közös dallal, amikor emiatt a Dave ellátogatott Magyarországon, sose volt még Magyarországon, megmutattuk neki a budapesti éjszakai életet, meg a bulikat, meg minden, és az is egy eszéletlen jó élmény volt. Rengeteg sztorit tudnék mesélni most, igazán hogy jutnak eszembe sorozatosan, de szinte minden az amerikai turnézásokhoz köthető, meg a rengeteg utazáshoz, vagy ahhoz, hogy amikor Romániában egyszer csináltunk egy olyan turnét, hogy 4 nap alatt 6 koncertünk volt, amiből az egyik Magyarországon volt, és visszajöttünk Magyarországra, és visszamentünk utána Romániába napközben. Tehát ez eszméletlen durva dolgok voltak, és valahogy mindig mindent túléltünk, vagy így mindent megoldottunk, és mindig megérkeztünk a megfelelő időpontban a közönséghez, úgyhogy szuper, szuper élmények voltak, és hát remélem, hogy majd, hogyha beszélünk mondjuk 2 vagy 3 év múlva, akkor az addig elmúlt 3 évből is eszéletlen durva élményeket fogok tudni neked felsorolni. És nagyon-nagyon remélem. Itt egy nagyon érdekes nézői kérdés, ez kicsit furán lett leírva, hogyha megpróbálom valahogy érthetőbben elmondani. Szóval, hogy maga a zenélésre sokan állítják azt, hogy csak akkor tud befutni az ember, hogyha mondjuk már, mit tudom én, 4-5 évesen kezébe ragad egy hangszert, vagy elkezd énekelni, és sok emberre mondják azt, hogyha mondjuk, mit tudom én, egy 10 évvel később, 15-16 évesen kezd bele ebbe a pályába, akkor már nincs sok esélye. Ez vajon mennyire igaz per hamis állítás? Ez abszolút nem igaz, szerintem. Abszolút nem igaz. Hát számtalan olyan példát láttam már a kollégák között, akik kifejezetten kései, tehát a kérdéshez számítva, vagy a kérdésed alapján kései időpontban kapta kézbe, és jöttek rá, hogy ó, hát én egész életemben ezt akartam volna csinálni. És eszméletlen nagy sztárok lettek, és nagyon-nagyon sikeres zenészek lettek. Van, aki 40 éves korában jött rá, hogy egész életében énekes akart lenni. És most 51-2 éves, és 80 koncertje van egy évben. Tehát nem az a lényeg, hogy mikor jössz rá, ugye soha nem késő, szoktuk mondani, ez nagyon igaz, viszont az nagyon fontos, hogy amikor viszont rájössz, akkor nagyon tedd oda magad zsigerből, minden információ szív magadba, és tedd magad képessé, hogy ez a lelkesedés, ez a szenvedély, és az a rengeteg tehetség, amit felismertél magadba, vagy mindig is tudtad, hogy ott van, ez tudjon egy nagyon magas szintű, színvonalú munkamennyiséggel találkozni, és hogyha ez megvan, ez a kombó, akkor teljesen mindegy, hogy hány éves korodban jöttél erre rá. De totál mindegy. Biztos, hogy be kell igazolódnia annak a közhelyesen hangzó igazságnak, hogy a tehetség mindig utat tör magának megfelelő munkával. Ez teljesen mindegy, hogy mikor töri ez az utat. És hát az én záró kérdésem lenne egyébként olyan, mint a gondolatolvasó lett volna a néző, mert nagyon hasonló ehhez, hogy mit tudnál ajánlani kezdő zenekaroknak, zenészeknek, milyen hasznos tanácsokkal látnád el őket? Hú, hát tulajdonképpen ez, amit az előbb elmondtam, ez nagyon fontos, hogy azon a területen mozogjanak mindenképpen, amiben tehetségük van. Tehát ehhez kell egy bölcsesség, hogy felismerje az ember, hogy mi az, amihez jó, ha hozzányúl, és mi az, amit nem kell elöltetni. Nagyon sokfajta stílus, hangszer, mindenféle van a zeneiparban, és meg kell találni az embernek azt a komfortzónát, amiben a legjobban tud mozogni, és azt ki kell maxolni. Aztán lehet ebből kilépegetni, meg lehet ezt feszegetni, de ahhoz, hogy működőképes legyen a produkció, minél előbb meg kell tanulni a komfortzónán belül jól mozogni.
és ez rengeteg munkával lehetséges, rengeteg kilométerrel, gyakorlattal lehetséges, és az egyik legfontosabb tanácsom a kezdő zenekarok számára, hogy a zeneipar az egy hatalmas bukó. Tehát ez egy olyan műfaj, amit mi csinálunk, ami bukó, bukásra van ítélve. Tehát egyszerűen ez egy pénz, energia és időnyelő. És a legritkább esetben hozza vissza racionális alapon azt a profitot, amit az ember úgy elvárna. De nem ebből kell táplálkozni, hanem azokból az apró élményekből, szellemi behatásokból kell táplálkozni, amit fel kell tudni ismerni, hogy mi fontos neked. Az, hogy oda jön hozzám a koncert után egy vidám házaspár, és azt mondja, hogy élete koncertje volt, és vagy nem tudom, egy 8 éves kisfiú oda szaladt, hogy vegyen egy lemezt. Lehet, hogy ezért érdemes volt 10-valahány éven keresztül zenélni, és vagy 20-valahány éven keresztül zenélni. Lehet, hogy neked ez a fontos, lehet, hogy nekem az a fontos. De ezekben meg kell találni, hogy miből táplálkozzál. Tehát hatalmas bukó a zeneipar, és meg kell találni, hogy miből táplálkozzál, hogy ne bukásnak éld meg az egészet. Ez az egyik, a másik pedig, hogy a siker relatív, és nem szabad megfogalmazni olyan dolgokat, hogy ha majd ennyi pénzem lesz, meg ha majd ennyi CD-t adok el, meg ha majd ennyi koncertem lesz, akkor leszek sikeres. Kész, holnap hagyd abba, hogyha ez a gondolatmeneted. Tehát a siker az relatív és folyamatosan változik. És mindig meg kell találni, hogy mi a siker. És nagyon fontos, hogy rengeteg csalódás lesz. Nagyon-nagyon sok csalódás lesz. De le kell, hogy pergesse magáról az ember ezeket a csalódásokat. És nem szabad, hogy úrán legyen a jövőjén az, hogy valamibe belebukott. És nem szabad, hogy ne állj föl és ne folytasd. Mindig föl kell állni, és mindig folytatni kell. És mindig meg kell találni ehhez is az inspirációt. Tehát ezek a szellemi behatások, ezért mondom, hogy nagyon fontos. Meg kell találni az inspirációt, hogy miért érdemes folytatni. Hogy miért ne érezd bukásnak ezt az egészet. És miért menjél tovább. Mert nagyon sok csalódás lesz. Az egész zeneipar egy csalódások sorozata. És az ember ebből táplálkozik, akkor nem szabad csinálni. Egyébként ezek tanácsok része úgy nekem is nagyon-nagyon átjött, úgyhogy remélem, hogy én is ugyanebből fogok tudni inspirálódni. Örülök, ha igen. És akkor úgy végezetül az lenne még a kérdés, hogy mik most a legközelebbi koncertek, koncerthelyszínek, ahol meg lehet találni titeket, ahol el lehet menni a koncertjeitekre. Legközelebbi koncertünk szeptember 25-én lesz, ha jól látom, és nem beszélek hülyeséget. Igen, szeptember 25-én lesz szombaton a Sziget-Szent Miklósi Nem Csak Jazz Klubban Zolberttel közösen fogunk fellépni. Ez esetben most úgy lesz, ami még sose volt egyébként, hogy Pete Project Feat Zolbert koncert lesz, tehát Zolbert a sztár vendégünk lesz a koncert során. A Nem Csak Jazz Klubban, ha jól emlékszem, most fogunk harmadszor ellátogatni. Mindig nagyon szuperül éreztük magunkat, egy nagyon szuper közösség, érdemes hozzájuk csatlakozni. Ha jól tudom, még lehet jegyeket vásárolni. És aztán utána októberben van egy budapesti jelenésünk. Október 9-én fogunk a 15. kerületben szabadtéren koncertezni. Erről most így hirtelen többet nem is tudok mondani, majd érdemes figyelni a social media platformjainkat. Mindeközben pedig elkezdünk az új anyagokon dolgozni, mert most, hogy Amerikában nem valósultak meg ezek a koncertek, mi tettünk egy ígéretet a közönségünknek, hogy akkor ráfordulunk az új anyagok gyártására, úgyhogy ez lesz, és nagyon készülünk a jövő évi Tahiti Cruise-ra, ami áprilisban lesz. Úgyhogy jelenleg ezek vannak így láthatáron, és reméljük, hogy a Covid is lehetővé teszi, hogy még több koncertet tudjunk majd a közönségnek felsorakoztatni. És még egy tényleg utolsó záró kérdés, ez picit személyes, hogy esetleg Szentendrén volt-e már koncertetek? Volt koncertünk Szentendrén,
szerintem legalább kettő vagy három, de egy nagyon kedves koncertünk volt, amire nagyon szívesen úgy emlékszem vissza, hogy egy nagyon meglepő élmény volt. Fönn a tulajdonképpen a töltésen játszottunk, a Duna Parki töltésen fönn ott a sétányon. Ott volt felállítva a színpad, és befelé ugye az utcák felé volt vagy nézett a zenekar, és egy nagyon szuper színpadtechnika, hangosítás, minden volt, és akkor a tömeg összegyűltött az utcákon, hogy egy nagyon szuper hangulat alakult ki, és közben ott a kis Dunakorzó menti éttermekben ment a borozgatás, meg a gurmé élmények, és egy olyan szuper ilyen naplementés buli volt, hogy ez nagyon, nagyon szívesen emlékszem rá vissza. Hát, de ez már egyébként, amit most mondok, ez egy ilyen 2010-es történet, tehát már legalább 10 éve volt, hanem 11 szerintem. Hát akkor remélem, hogy minél hamarabb jöttök vissza Szentendrére. Nagyon remélem, én is, az egyik kedvenc magyar városom. Hát én meg helyi vagyok, úgyhogy minél jobban remélem, hogy... Sejtettem, nagy szerencséd van, mert az egy nagyon szuper környék, hogy ott élsz. Még egy személyes ilyen gondolatom van így ehhez a podcasthez, hogy én egyébként sokkal jobban szeretem hallgatni az olyan jellegű előadókat, akik nem csak mondjuk hazai közönségnek játszanak, vagy csak itt Magyarországon belül működnek, hanem világszerte, mondhatjuk úgy, hogy bejárják a világot, úgyhogy ezt is nagyon jó volt így majdnem másfél órán keresztül hallgatni ezt a sok-sok élmény tapasztalatot. Úgyhogy hát nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettél így a zenekarnak a nevében is, és ezt elfogadtad, mert nagyon jól éreztem magamat. Én is nagyon-nagyon köszönöm a lehetőséget, meg örülök, hogy ennyi sztorit tudtam megosztani, meg ilyen hosszan tudtunk okfejteni. És hát sok sikert kívánok neked a továbbiakban a munkádhoz, mert tulajdonképpen amit csinálsz, az egy misszió. És hát remélem, hogy tud inspiráció lenni sokak számára ez a sok-sok interjú, amit készítesz az előadókkal. És azt kívánom, hogy legyen sok ilyen zenekar, akik képviselik Magyarországot külföldi területeken is. Nagyon szépen köszönöm, és nektek is sok sikert a továbbiakban minden egyes fellépéshez, koncerthez. Neked is! És majd visszanézhető lesz, úgyhogy bárki, aki lemaradt róla, az itt az oldalon az egészet vissza tudja nézni, úgyhogy köszi mindenkinek a figyelmet, és jó éjszakát. Köszönjük, aludjatok jól! Sziasztok! Hello!